hiszem, hogy ez minden idők legizgalmasabb álomszobagyára lesz, ugyanis Bertának ma van, pontosan ma van a 18. szülinapja, és barátnője Verus elkövette azt a büntettet, hogy megszervezte ezt az álomszobagyára átalakításra számára, úgyhogy ő semmit, de semmit nem tud róla, ez igaz? Bizony, így van. Hogy találtad ki ezt az ötletet? Mindig is nagy vágya volt, és így kapóra jött az, hogy követtelek titeket Instán is, meg YouTube-on is. És akkor most megcsináljuk, és Verus nekem itt egész nap segítkezni fog, hogy átvarázsoljuk a szobát, egyébként átrendezzük is, tehát már el is kezdtük egy picit, itt láthatjátok már a hadiállapotokat, tehát új alaprajzot kap, új faldekorációkat, hogy mire beér este a szobájába, addigra lesz a nagy meglepetés, sőt még a szüleitől kap egy kis fésülködő asztalt is, ami szintén nagy vágya volt, úgyhogy reméljük, hogy tényleg így kerek lesz majd a szülinap. Az egész átalakítást a kipakolással kezdjük, utána pedig az ágy fölötti részt fogom megtervezni, oda ilyen különleges festett képeket képzeltem el, ennek a fal festései kerülnek föl elsőként, és az átrendezés során meg majd elkezdjük a dekorációt is. Hogyha szeretnél részt venni egy nyereményjátékban, akkor megteheted, ugyanis ebben az álomszobagyár részben is kisorsolok egy Inspipox 3.0-át, hamarosan mondom majd a részleteket, hogy miket kell tenned ezért. Az előbb nem is említettem, hogy ettől az egész kékségtől meg fogunk szabadulni, úgyhogy most fehérre festjük a falakat. Instagramon lehetett tippelni, hogy hány perc alatt sikerül ez nekünk. Hát most eleve már fél óra volt az előkészítés, de most belevágunk, és akkor most indulhat a stopper. Azért szeretem jobban a fókuszfalat, ahol egy valamilyen igazán dekoratív elemet helyezünk el, mint majd most az ágy fölé, vagy az ágy mögötti falra, mert akkor, hogyha esetleg frissíteni szeretnénk a dekorációt, és meggondoltuk magunkat, akkor elég csak egy falat lefesteni, nem úgy, mint most, mind a 4-5 falat lefestjük, és úgy lesz szép egységes az egész, utána viszont kialakítjuk majd ezt a dekorfalat. A szorgos csapatmunkának köszönhetően körülbelül 2 óra alatt kész is lettünk a teljes falfestéssel, most pedig oda az ágy fölé fölrajzolom a különböző képkeretek. Arra gondoltam, hogy először ceruzával fölvázolom a vonalakat, 3-4 körülbelül ennyi vonalat húzok meg egy képkerethez, azokat még bizonyos részeken ki is töltöm, és utána pedig átfestjük fekete és rose gold festékkel. Erre a két színre érkezett a legtöbb szavazat Instagramon, úgyhogy nem lesz harmadik szín. Köszönöm, hogy ott is segítettétek a szoba átalakítást. Megrajzoltam ceruzával a vázlatokat, sok-sok képkeretet rajzoltam fel a falra, és most fogtam egy vékony ecsetet, és egyszerű fekete akril festékkel körbe rajzolom a ceruza vonal mentén, körbe festem, és így alakulnak ki majd a festett képkeretek. És eljött a nyereményjáték pillanata is, ugyanis itt eszembe jutott, hogy megígértem, hogy lesz, és kérdést teszek föl, és ez is az Inspibox 3.0-ból van ez az akril festék, tehát aki szeretne nyerni egy Inspibox 3.0-át, iratkozzon föl erre az inspirációk csorbanátát, csatornára, és írja meg ezzel a videó alá a kommentben, hogy melyik a kedvenc része, melyik a kedvenc eleme az Inspibox 3.0-nak. Egyébként közelebbről megnézhetitek a shopban, a csorbanata.hu oldalon, szóval kattanjatok át, és írjátok meg, hogy mi a kedvencetek. Direkt jó, ha nem szabályos vonalakat húztok, hanem látszódik az, hogy kézzel van felfestve a falra, ez adja meg neki ezt a kis pikantériáját, egyediségét, szóval ne aggódjatok és ne vonalzó mellett készítsétek el, hogyha ti is szeretnétek ilyet és elkészítitek otthonra. Hány képkeret van összesen? 1, 2, 3, 4... Sok. Ha 10-nél több képkeretet rajzoltok fel a falra, akkor mindenképpen érdemes csapatban kifesteni, hiszen egy ilyen képkeret kifestése körülbelül 10-15 perc, úgyhogy nálunk 15, legalább 15 darab van, nem bírtam megszámolni pontosan hány, de az nagyon sok persze egyedül. De szerencsére van segítségem.
elkészültünk a festéssel, most jöhetnek bele a képek. Berus, mennyire volt nehéz ahhoz képest, mit elképzeltél? Jó, meg. Most legyőzlek, mert piros lettél. Jó. Én nagyon élveztem, nagyon szeretek így kicsit pepecselni, úgyhogy nem volt nehéz. Úgyhogy bátran ti is megpróbálhatjátok, akár egy meglévő falra simán rá lehet festeni ezeket a képkereteket, utána pedig lehet benne variálni állandóan a képeket. Most már csak a dekorálás van hátra, meg minden bútort a helyére kell tenni, rátesszük az ágytakarót, föltesszük a szép dekorációkat, és már várjuk is a szülinapost, aki semmit nem sejt, úgyhogy én már kezdtek egyre idegesebb lenni. Hogy ne legyen túl sok minden csetre szerte szél, ezért raktunk bele a polcrendszerbe a rendszerező dobozokat, és mellé pedig a személyes tárgyait Bertának. Kis random ajándékot is elrejtünk ide a dekorációk közé, mert ugyanis a szüleitől egy Post Malone koncertre kap jegyet. Itt meg egy mi kis bögrét, amit mi hoztunk, azt teszem, de kíváncsi vagyok, hogy mikor veszi észre. Megjöttek, most jöttek be a bejárati ajtón, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon izgulunk. Semmit, de semmit nem tud Berta erről az egészről, hogy egyáltalán itt vagyunk, az se tudja. Faj, engem már kirázott a liba, Berta, hogy vagy, Verus? Hát, hogy nem szokott szólni. Nagyon-nagyon-nagyon izgulunk. Többiet nem vállok, szívinfarktusom beszélt. Boldog szülinapot! Nem ér kimenni, gyere, gyere be! Kívánok, kedvér! Na, gyere be! Szia! Wow. Gyere erre! Na, hogy el ne állj, vagy gyere, üljünk le! Szóval ma van a szülinapod állítólag. Egy 18. szülinapi meglepetés a barátnőd és a szüleid szervezésében, és mi meg egy picit segítettünk nekik. És úgy gondoltuk, hogy örülni fogsz ennek az új szobának. Jaj, nagyon gyönyörű. Számítottál ilyesmire? Nem. Teljesen kész vagyok. Nagyon jó. Van kedvenc részleted, ha egyáltalán most tudsz gondolkozni? Asztal. Asztal? Az mindenképp, meg az ágy. Nem. Gondoltam, hogy... Kicsit áthelyeztük. Nézd, még sétáljunk el erre. Nézd, oda nézzél, légy szíves. Nem látom. Akkor melyik az elepte? Azt a szüleitől még. Jaj, nagyon jó. Nem tudom, mikor. Jaj, nagyon jó. Nagyon szép, wow. És ezt egy nap alatt... Ezt mindenki ezért dolgozott, hogy ezt megcsináljuk. Jó, én lekezem, légy szíves. Azt, hogy remeg, vagy hogy a festék pecsős.
Nagyon jó. Meg hát a barátnőid is, hogy titokban tartották. Bizony. Ezért vittünk el itthonról. Tudom, milyen szervezés volt a mögött? Amúgy nem is beteg. Nem vagyok beteg, csak azért én hallottam, hogy mit keresem. Jó, köszönöm. Valamit talán ki együtt mondunk, hogy... Nem, azt mondtam, a sziasztok. Sziasztok, vagy ezt, hogy... Vagy mi az a, hogy mi a szöveged a videók végén. Hát iratkozzatok. Nem, csak. Hanem a ja. Másik az a... Nem mondd meg neki, megvárjuk. Nem, mi a szövege? Nem, valami... Szép kreatív napot. Igen. Ó, igen, ez kéne, tényleg. Hú, hát ez volt életem legizgalmasabb álomszabadjára, reméljük, hogy nektek is tetszett. Hogyha igen, és szeretnétek máskor is ilyet látni, akkor nincs más dolgotok, mint feliratkozni most az Inspirációk Csorbentától csatornára. Most nyomjátok meg a feliratkozom gombot, és akkor legközelebb is találkozunk. Sziasztok! Szép kreatív napot!